Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondott emlékbeszédet a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából Szekszárdon. Mint mondta, a magyarságot az 1000 éves közös történelmen és a nyelven, valamint a keresztény kultúrán túl a 20. század nemzeti traumái is összekötik. A megemlékezést követően az országzászló előtt a szekszárdi önkormányzat munkatársai, a politikai pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat. Szekszárdon a koronavírus járvány miatt idén közönség előtt nem mutattak színpadi emlékműsort. Magyar mezőkön sok virág terem. A magyarországi német színház színészei vendégelőadókkal kiegészülve viszont emlékműsorral készültek, amit stábunk végig rögzített. Szövegeket válogattunk, amik vagy írók tollából származnak, vagy pedig történészek, de mind az 1920-as év környékéről. Tehát akár a békeszerződés napján elhangzott szövegből is idézünk gróf Apponyi beszédéből. A műsor részeként Ács Rezső, Szekszárd polgármestere emlékbeszédet mondott. Ő úgy fogalmazott, hogy bár Trianon a mai napig a magyarságot sújtó legnagyobb tragédia, ennek ellenére azóta a nemzet tagjai számtalanszor mutatták meg, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is össze tudnak fogni. Ez a belső tartás, amelyre eddig is tudtunk támaszkodni, és tudtunk belőle táplálkozni, ez mindenféleképpen kis közösségben, nagy közösségben egy fontos erő, amely azt mutatja, hogy bármilyen viták is vannak köztünk itt a városban is, van egy olyan közös nevező, amely egybe tart bennünket, és egy cél érdekében mozgatja meg az egész város és az egész országot. A trianoni békediktátum aláírásának kapcsán készült felvétel teljes egészében megtekinthető a Babits Mihály Kulturális Központ és televíziónk Facebook csatornáján is. És most már nem is